közel 50%-át már elvégezték azoknak a kivitelezési munkálatoknak, amelyek az épülőfélben lévő Makkos Jánosi hulladékfeldolgozó és válogató üzemben zajlanak. Erről is szó esett azon a terepszemlén, amelyet csütörtökön tartott az üzem területén a Tisza korlátolt felelősségű Európai Területi Társulás vezetése. A fő kivitelező képviseletében Boglár Tamás, a Mentó Kft. Budapesti mérnökségének ágazatvezetője, Horváth László, a Beregszászi kistérség polgármester helyettese, valamint Volodimir Csubirko, a Kárpátaljai megyei tanács elnöke, a Tisza ETT társelnöke. Az építkezés során több problémát is meg kellett oldani. A legfontosabbak között a kivitelező a tározók szigetelését emelte ki, annak érdekében, hogy a hulladék ne mosódhasson a talajvízbe. Az Európai Unió, valamint a magyar kormány által támogatott üzem a tervek szerint több mint 200 000 ember háztartási hulladékát lesz képes feldolgozni a Beregszászi járás 10 kistérségéből, ami éves szinten több mint 30 000 tonna szilárd hulladék kezelését jelenti. Ma a folyamatok megtekintése céljából találkoztunk a kivitelezőkkel és a támogatókkal. Láthatjuk, hogy minden munka a tervek szerint halad, így minden esélyünk megvan arra, hogy az év végéig a gyárat üzembe helyezzük, aminek köszönhetően a Beregszászi járás 10 kistérségének lehetősége lesz a hulladék civilizált feldolgozására, szemben a korábbi eljárással, amikor a hulladékot a földbe temették. Kárpátalja számára ez egy nagyon fontos projekt, hiszen több járásban is a lakosság blokkolja a hulladékfeldolgozók létrehozását, viszont ennek a beüzemeltetésével megmutathatjuk, hogy ez egy biztonságos eljárás, hogy ez plusz jövedelmet jelent a kistérségeknek, hogy ez lehetőséget ad a folyók, a környezet megtisztítására és arra, hogy felszámoljuk az utak mentén kialakuló szemétlerakókat. Ezért ez egy valóban nagyon fontos projekt, egy komplex megoldása a problémának. Örülök, hogy ezt közös erőfeszítéssel a magyar partnerek támogatásával sikerül megvalósítani. Fontos, hogy idővel bekapcsolódjunk a magyar hulladékfeldolgozó piacba, hiszen valahova le kell majd adnunk a műanyag, fém és alumínium hulladékot. Biztos vagyok benne, hogy ez sikeres projekt lesz. Kárpátaljának minimum egy tucat ilyen telepre lenne szüksége, vagy amennyiben ennek a duplája lenne a kapacitásuk, akkor 5-6 feldolgozó üzemre. Ez egy első lépés, amit nagyon gyorsan követni fog majd a második és a harmadik is, hiszen nagyon szégyelljük azt, hogy minden tavasszal és ősszel a szemetünk a Tiszán lefolyik az EU-ba. Európa kolosszális pénzt fordít arra, hogy megtisztítsa a folyókat, így mi azt szeretnénk, hogy a pénzt itt fektessük be, és a kárpátaljai lakosság korszerű hulladékfeldolgozással rendelkezzen, mintsem óriási összegeket költsenek az EU-ban a Tisza és más folyók megtisztítására.